Van néhány dolog, amit jó lett volna, ha tudok kezdő táncosként, úgyhogy gondoltam, megosztom veletek. Az első az, hogy nem ciki kérdezni. Azért vagy ott a táncórán, hogy tanulj, tehát hogyha úgy érzed, hogy valami egy picit nehezebb, nem érted, más magyarázattal jobban menne, akkor nyugodtan kérdezz, egyáltalán nem gáz. Hibázni teljesen természetes dolog. Lesz olyan mozdulat, kombináció, koreográfia, ami bizony nem fog menni elsőre, és ez így van jól. Ilyenkor kell azt csinálni, hogy nekifutsz másodszor, harmadszor, sokadszor. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. A következő dolog az, hogy ahhoz, hogy jó táncos legyél, nem kell 3 éves korodban elkezdeni táncolni, tehát hogyha esetleg erről lecsúsztál, akkor is nyugodtan vágj bele, gyakorlással, kitartással igenis lehetsz jó táncos. Sokan tartotok ettől, de hidd el, senki nem néz téged az órán. Mindenki az oktatót nézi, maximum még saját magát, és annyira koncentrál mindenki azon, hogy jól csinálja a mozdulatokat, jól kövesse a koreót, hogy senkinek se energiája, se ideje nem lesz arra, hogy a többiekkel foglalkozzon.